Ami lesz, az lesz, gyerekek, de a munkának mennie kell. Javítása, nincs pénz, nincs idő, úgyhogy ami lesz, az lesz, de muszáj ereszteni. Értitek-e? Ha beindul, ha nem, akkor marad itt. Flow. Start engine. Ne csináld! Ne mondd, hogy flow, az anyád! Engedd el! 98-89. Flow! Mutassa, hogy full, hogy tali van az aksi, de én akarom rátenni a gyorsindítót. 1, 2, 3. Na jó.
nem emeltem, tehát azt elfelejtettem. Nem jó. Nem emeltem fel a izét. És ezeket is jó lett volna belé csavarozzom, de nem tudom, hogy sehol vannak a csavarjai. Na mindegy, gyorsan bédobok két rossz lant frészt ide alája. Az Isten itt, no. Rohadék, megpróbálom így, ahogy van. Az a baj, pont az árok szélén vagyok. Ez a baj, lassátok-e. Másik felirő kell felvegyem. Félre kell vegyem. Nehogy megállj! Nehogy megállj! Meg fog állni. Az Isten basszék szöveket! Na, ha vízzel, mi lett? Na, rásülj, hogy megenne! Rohadék! Ha lehet valamit üttessek le! Nem elég hosszú a csápja.
alsunk gyerekek! Tibi, még egy annyit azt a sáncot, alsuk ki! Hétvégig meg lesz. Utána letesszük a masinát. Pihenjen. Nem akarom a motort pörgetni nagyon. Mindjárt be fog dögölni. Legalább odaig érjek el. Slag egy kicsit túlba van mi. Egy látok, nem is alsok, csak ide hallok. Megállsz egy kicsit. A rohadt slag, na! Nem gondoltam neki, hallok alszni most. Mi lett? Lesz szakadt valamit. Hova mész, na? No.
No. Most lehet mondani, hogy kivette a vizet. Én meg kellett volna egy kicsit hamarabb, mikor láttam már, hogy akkor kell füstölni a hűtő, gőzölni, akkor meg kell állni. Na mondjátok, halljam, mondjátok. Vegán, tönkre teszed a motrot. Tönkre halt. Na kevesebbet kell mérjem az időt, csak 10 percet. És ne hagyjam, hogy míg a felfő vizet kidobja. És meleg is van, jó. Be kell a szabályokat tartani, gyerekek. Reggel 10 perc, este 10 perc. Most már nincsen sok. Innentől el kell alsunk oda. Nem is teljesen át, csak oda múlt csomóig. Úgyhogy ne vágjuk jobban tacsra a motrot. Na de hátra vittem, hát a beliből ugye meg volt rakva ilyen olyannal, nem olyan hosszú az a két fog, hogy átérjen. Azért felborul, de mindegy, hát ezt kézileg hátra viszem az lószar. Na jó. Ha így, ha úgy, de haladunk, gyerekek. Füstővel, rotyotóval, taknyóval, de haladunk. Jó, és amint ezt a sáncot kiástam, ma milyen nap csütörtök, még este egyet alsok, és pénteken, szombaton. Ja, a hétvégig ez a sánc meg lesz, csak 10 perc reggel, 10 perc este, és nem vettetem ki a vizet, mint most. És akkor teszem le. Akkor teszem le, és valami módon, úton módon megnézzük, hogy hol folyik a víz fele, megcsináljuk. Ja, leveszem az olajteknőt, leveszem a szelepdeknit, és megkonstatáljuk ügyesen, hogy honnan folyik a víz. Mert nem biztos, ugye? Az se biztos hengerfájpakolás, és az se biztos, hogy mi a franc? Hogy a hüvely tömítés. És hogy hengerrepedés, az is lehet valamelyik csavarnál, a vízpumpánál, vagy a fagydugóknál, vagy mit tudom én. Na de, hogyha lekapom az olajteknőt, és a szelepdeknit, akkor többet fogok tudni. De lehet a hengerfájpakolás is. Repülő. No. Hát úgy gondoltam, hogy nem, hogy így alsok, hogy haladjak, így húzom magam után. Ha nem, akkor meg kell állni, ugye se sebességből nehezen jön ki be. És nem olyan nehezen, de relantot le kell engedjem, és akkor bedögölhet a motor. Akkor le kéne tegyem a lábakot. Úgyhogy nem megyek olyan mélyre. Elején kicsit túl mélyre mentem, de azt csinálom, előbb végig menjek most. Felszaggatom a fűvet, ugye? Végigmenyek. Az már lesz, vagy 5 centi, és a fogak még belé mennek egy 5 centi, tehát már 10 centi. Következőkor jövök egy kicsit lennebb nyomom. Hát azt sem elmegyek úgy odaig, akkor megfordulok, és jövök ugyanúgy vissza, húzom. És közben, amikor annyira megtelik a lapát, kidobok egy-egy csomót oda. Kicsit arrébb, hogy tudjak tőle még eljárni a kerekekkel. És elmegyek egyszer, visszajövök egyszer. Az első lesz a legnehezebb, míg a füvet felszaggatom. Utána már hamar mén. És még 3-4-szer elmenyek. 1, 2, 3, 4. És azzal lesz egy olyan 25-30 centi mély sáncom. Ott van a cső, direkt úgy csináltam a csövet, hogy lekeppeltem. Tehát egyet itt fel... Itt jön ki egy 1 incses cső. És egyet itt direkt egy tétmán betettem. Innen lehet mennie egy incsessel, vagy 3/4 incsessel, ezt elvágom. Nem tudom, az egy incsessel, hát 3/4 incsesek a csövek, amit vettem. De mit szóltok, menjek egy incsessel a fővonalakon legalább. Hát ha bár ennek a volumnak, ami van ezen a pompámon, mit tudom, 5 galomb egy perc alatt, ez szerintem mindegy.
Lászakott a izé a slagnak a nyaka. Jó. Na mindegy. Van elég slagunk cserére. No! Ilyen az élet, a tanyás élet, gyerekek! A szegényes paraszt élet. Nincs pénzed, kínlódod, de megcsinálod. Ügyes, ügyes, ha szétszakod, akkor is megcsinálod. Tudom, már hallom már ő ezt a vehet. Jaj, de aztán többbe fog kerülni, mert a motor. Mit tudjak csinálni? Most semmi pénzem nincs, mikor lesz valami pénzem, akkor megjavítsuk a motrot. Most a munka kell menjen tovább. És az élet. Úgyhogy... ez van. Szerintem a vizet le kéne engedjem, és tegyek belé friss olajat. De nem, már csak hűt valamit, na, akkor vizet nem teszek egy-két perc alatt, túl melegedik, főleg, hogy kint is meleg van. Mondjuk tudnak inkább reggás este asni, de már reggás este sincs olyan hideg. De mindenképp ezen túlja, csak reggás este. Kiméljük azért egy kicsit a gépet. Na, nincs annyira tacsunk még azért a motor. Mert nincsen izé főtengely kopogás. És... mit tud csinálni? Na, mondjátok meg, mit tud csinálni? Húzzatok szőt a tenyeremből. Így se jó, úgy se jó, sehogy se jó. Hm? De úgy kell csinálnom, hogy tudom, hogy csináljam. $1000, $5000. Mit tudom én? Úgy csinálom, hogy tudom, gyerekek. Na,